Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kovács Kriszta, színész, rendező, énekesnő, minden, amit akarnak, hát nem bírtuk ki nélküle, úgyhogy szeretettel köszöntöm itt a Pirkadatban. Jó reggelt kívánok, és a kedves nézőknek. És hogyha azt mondom, hogy minden szerdán, minden második szerdán 8 óra 30 perckor, majd szombaton 12 óra 15 perckor, meg egy éjszakai ismétésben is látjuk Önt, akkor milyen műsort fogunk látni? Hát nagyon örülök, hogy elkezdem ezt a műsor folyamot vagy sorozatot. Az a címe, hogy heti Kulturflódni Kovács Krisztával. Hát gondolom el kéne magyaráznom, hogy mi az, hogy Kulturflódni. Igen. Először kezdjük, mi az a flódni? Hát mi az a flódni? Jaj, az egy nagyon finom zsidó édesség. Én ritkán eszem ilyet, mert ez ugye nem egy fogyókúrás darab, hanem hát, ha ilyet megeszik az ember, akkor azért egy jó sok kalóriát magához vesz. Viszont tartalmas, boldogságot is. Tartalmas is, és boldogságot is ad, hiszen van benne mák, meg dió, meg finom rétegek. Úgyhogy én azt ritkán eszem, de mondjuk két hetente esetleg belefér. Tehát, hogyha a kultúráról van szó, akkor meg szeretném, hogyha ugyanezt éreznék a nézők, hogy tartalmas, sokszínű, ízletes. Tehát akkor, amikor azt mondja, hogy ez nem egy olyan kulturális műsor, mint a többi, nem arról számolunk be majd, hogy melyik színházba kitörte ki a lábát, ki ment nyugdíjba és ki játssza az új főszerepet, hanem például áruljuk el, hogy az első adásnak ki lesz a vendége. Az első adásnak a vendége dr. Balázs Gábor, eszmetörténész. Még talán fontos elmondani, hogy én úgy válogattam ezeket a műsorokat össze, hogy nekem mindegyik dalom, legtöbb dalom, amit Fábri Péter írt, és többnyire Gallai Péter, Wolf Péter, tehát Szirtes Edina Mókus, tehát sok kiváló zeneszerző, de a szövegeket Péter, ezt talán azért fontos elmondanom, nem a családi elfogultság miatt, hanem ezek a dalok adnak egy-egy témát, és azt a témát szeretném én körüljárni az adott dal kapcsán a vendégemmel. Tehát például az első vendégem, ugye dr. Balázs Gábor, és a Mindennek ideje van című dallal kezdünk, ez a Biblia Show című albumomról való, és a Biblia ihlette a dalokat. Hát mert az Ószövetség volt legelőször, és ebből jöttek a mindenféle újabb igen, szövetségek. Igen. Úgyhogy én véletlenül már láttam is ennek a felvételét, igen. És szerényen mondhatom, hogy jó volt a választás, és egy sikertörténet lesz, csak az a baj, hogy annyira jól sikerült az első, és a másodiknak a felvétele, hogy keményen ezt tartani kell majd a... Igen, de én úgy gondolom, hogy annyira érdekesek a témák, és ahogyha azt veszik, hogy az első adásban beszélünk a Bibliáról, és a Biblia legérdekesebb, egyik legérdekesebb, legizgalmasabb, legrejtélyesebb részéről, hogy mindennek megvan a maga ideje, ugye ez a bizonyos bibliai rész, és nagyon érdekeseket mondott Balázs Gábor nekünk. Hát ő egy kiváló egyetemi tanár és hatalmas gyakorlattal. Igen, és úgy gondolom, hogy mai gondolatokat, tehát ahogy a dal is mai érzéseket, tehát nem a Bibliát mondjuk fel, hanem amit nekünk jelent tehát ez a dolog. Tehát akkor tulajdonképpen ez a közel 70 adás, ez nem egy egyet. Nem bulvár lesz, de nem is egy egyetemi előadás. Én úgy gondolom, hiszen a következő adásban Wolf Péterrel beszélgetek a táncdalfesztiválokról. Tehát a táncdalfesztiválok korszakáról, ami a legfontosabb, vagy a legjellemzőbb korszak a 66-tól, 1966-tól 72-ig, aztán tartott a fesztivál 90, nem tudom, 2-ig, de az már nem volt annyira meghatározó, mint amikor még egy televízió volt, és mindenki oda volt szögezve. És mindenki azt szerint igen, szavazott, nagyon... hogy fölkapcsolta, vagy lekapcsolta. Így van. Viszont ne spoilerezzük el mind nem a 70 adást. Nem. Már én elhoztam, hogy hát ha beszélünk róla, nem spoilerezünk. Azt nézzük meg, hogy mit csinál napjainkban Kovács Kriszta. Nagyon sokat rendez és oktat. Kiket rendez? Most nagyon izgalmas időszak előtt állok, mert most szombaton
a Baltazár Színházba ismét játsszuk a Segítség Segítek című előadást, aminek az írója Vörös István és a zeneszerzője Szirtes Edina Mókus. Én rendeztem, és hát amikor ezt mi bemutattuk több mint egy éve, akkor nagyon aktuális volt, mert hogy éppen akkor tört ki az ukrán háború, és ez a darab az ukrán, illetve már tartott, de még az elején az ukrán menekült kérdésről szól. Egy magyar család befogad egy ukrán menekült családot, és ez egy nagyon szép emberséges dolog, de az együttélésben azért vannak konfliktusok, és erről beszél a darab sírva, nevetve 70 percben. Tehát én hívom a nézőket szombaton, este hétre a Baltazár Színházba. Ez ilyen nem a reklám helye, de hogyha a Baltazár Színház adja elő, akkor belefér, és akkor kollégánk odaírja a képernyő aljára, hogy Kovács Kriszta termék megjelenítés, hisz ő rendezte. De van még, amit elmondanék, az meg október 14-én van egy másik reklám, de ez is zsidó téma, úgyhogy mindenképpen el akarnám mondani, hogy a Spinoza Fesztiválon fogom a fent említett és korábban említett bibliasót. Az lesz az érdekesség, hogy Wolf Péter, akivel de csinálom... De a bibliasó az már egyszer volt a Zsimibe is. Nem? Hogy ne lett volna, ott mutattuk be, hát az volt a lemezbemutató, de hát azóta már játszottuk több helyen, talán a legérdekesebb helyszín egy evangélikus templom volt Leányfalun. És most a Spinozába fogjuk, de most nem teljes zenekarral, csak ketten volt Wolf Péterrel, tehát ez nagyon izgalmas lesz, és mindenkit várok oda is. Családi vállalkozás lesz. Wolf Péter, várjon, ő nem a családom. De a család, mert ő azért nagyon sokat együttműködik hát sokat, a sokat művészi együtt, pályán. Igen. Én legutoljára ön színpadon, kivéve ezeket a nagyon érdekes fesztiválokat, az Abába láttam. Mármint a Mamma Mia-ban? A Mamma Mia-ban. Igen, a Madách Színházban. A Madách Színházban, és egyszer csak hopp, Kovács Kriszta nincs többet. Miért nincs többet Kovács Kriszta? Hát ez az én döntésem volt. Úgy gondoltam, hogy a csúcson kell abba hagyni. És... Na de hát még mindig olyan szép, még mindig olyan jól táncol, még mindig olyan jól énekel, jó, olyan hát jól mond szöveget. Nagyon sokan mondják, és ez nekem nagyon jól is esik, hogy... De hát hogy mondjam, szóval inkább hiányozzak, mint teher legyek, és én ezt nem várom meg. Telefonál valamelyik színháznak az igazgatója, vagy főrendezője, és szerepet ajánl, azt el fogja boldogan, utasítani. Természetesen boldogan, hogyha belefér az időmbe, de szerintem belefér, mert igyekszem azért... Nem elfelejteni, hogy elkötelezte magát közel 70 nem, adásra. Nem felejtem el, arra szerdán, készülök természetesen. Minden második héten szerdán a nézők várni fogják. Ennek majd a reklámját is megláthatják, rendkívül érdekes lesz, írják fel a naptárukba, hogy szerdán 20 óra 30 perckor első ismétlés, szombaton 12-15-kor, és utána valamelyik éjszaka a nem alvók is megnézhetik, és így közel két éven keresztül Kovács Kriszta a vendégünk lesz, illetve nem csak ő lesz, hanem a vendége is lesznek, ami izgalmas lesz, és mindig lesz egy olyan betét is, egy olyan dal, amit valamikor neki írtak, és ő adott elő. Azt mondja el még nekem, hogy amikor összeállította ezt a 70 listát, én ezt majd fejből is tudom, mire gondolt, hogy oktatni egy kicsit a népet, adni valami plusz nekik? Hát igen, hiszen hogyha... Segíteni gondolkodni, megérteni kicsit, igen, a világot? Egy kicsit, de nyilvánvalóan nem... Egyetemi szinten fogjuk ezt csinálni, hiszen 40 percben körülbelül ez nem is lehetséges, de az, hogy egy témát érdekesen... Egy egyetemi óra is csak 40-45 perc. Igen, de én ezt nem merném ezt a felvállalni, és ez nagyon nagy képű lenne nyilvánvalóan. Nekem ehhez ilyen tudásom nincs, ezért fogok olyan vendégeket hívni. Nem tudom, hogy neveket nem szabad spoilereznem most. Nyugodtan ugye, hogy neveket mondhatok. Neveket. Egy-két nevet azért mégiscsak mondok. Tehát Szilágyi Ágnes Judit történész, Cseresnyési László nyelvész, Horváth János televíziós szakember, Nyári Krisztián irodalomtörténész, Nádasdi Ádám író és fordító, Verebics Petra teológus, vagy például Farkas Gábriel. Tehát akkor lesz itt a világon minden. Így van, így van. Én nagyon remélem, hogy minden adás más lesz, minden adás a vendégeim és a téma miatt nagyon érdekelni fogja a De nézőket. Aki összefogja és aki dalra is fakad, az változatlan Kovács Kriszta lesz. Annyit mondjon még el nekem, hogy a régebbi darabokban, amiben szerepelt a Madácsban, azok nem kerülnek felújításra? Hát a régebbi darabban én a Macskákban játszottam,
még nagyon régen és sok évet, a Grizabellát. Hát most már, amikor én onnan eljöttem, akkor az mások vették át, és azt én most már nem veszem vissza. De egyébként ott is lesz egy nagy koncertem, ez a Budapest 150 kapcsán lesz a 7. kerület támogatásával egy Budapest bámészó koncertem, majd novemberben Nádasdy Ádámmal. Na, ez viszont már reklám volt, ugye ezt majd a Krisztának benyújtjuk a számát, mert kerületeket nem, nem reklámozom. Ja, bocsánat, nem mondtam időpontot. Nem baj, de 150 éves lesz Budapest, így és van. Budapest megérdemli azt, hogy a kerület megérdemli, vagy nem, ezt majd eldöntik a nézők, hogy jó befektetés, szerintem a befektetés jó, úgyhogy csak áldozom kultúrára a kerület, abból baj nem lehet. Mi az a mondat, az a hívó szó, amivel összefoglalná ezt a közel 70 részes sorozatot? Miért jöjjenek és nézzék meg? Azért, mert Kovács Kriszta itt van, ott van, amott nem, van? Nem azért. Amiért szerintem sokat gondolkodtam, és beugrott nekem ez a név, hogy Kultúrflódni. Hát, hogyha ezen... Heti Kultúrflódni. Bocsánat, igen, csak most a természetesen, mert hiszen itt csináljuk Heti Kultúrflódni, de az, hogy Kultúrflódni, amit asszociál ez a szó, úgy igen, gondolom. Egy dolgot hagyott ki a Flódniból, én rájöttem, mit? Azóta azon gondolkodom, hát én azt mondom, hogy abban van valami szilva. Szilva is, persze, de mondtam, hogy még több réteg igen, van. Igen, persze, mondta, hát attól lesz úgy, olyan... Úgy próbáltam így az ízlelő bimboimmal végig menni rajta, tehát tulajdonképpen akkor diabetikus Flódnit mindenki készítsen elő magának. Igen, vagy nem diabetikust, hogyha nem kell vigyázni a vonalaira, de én a kultúrában ezért is... Ezért időnként egy Flódni jót tesz, igen, az embernek, az agyműködést helyrehozza. Nagyon finom, és azt szeretném, hogy két hetente ez férjen be a kedves nézőknek is. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában megpróbáltam a lehetetlent, megpróbáltam egy kicsit spoilerozni Kovács Kriszta színész rendezőnek egy új sorozatát, ami itt készül részben a Heti TV-ben, a Heti Kultúrflódni, ami két hetenként fog a képernyőre kerülni szerdán, főműsoridővel 20 óra 30 perckor. Akik a szombatot nem tartják, azok majd megnézik szombaton délre 12 óra 15 perctől, amikor megjöttek a miséről, vagy már előkészültek a családi ebédre, és akkor családi ebédhez jót tesz egy kis kultúra is, és természetesen akik a szombatot tartják, azoknak majd az ünnep kimenetele után éjszaka megismételjük. Köszönöm, hogy ma is Kovács Krisztát választották az elmúlt 15 percben, és akkor most következő vendégünket konferálom föl, dr. Komáromi Zoltán, a Magyar Parlament DK-s színeiben a DK-s árnyékkormány egészségügyi miniszterét kérdezem az aktuális eseményekről. Tartsanak velünk, és a vele való beszélgetéssel véget ért már a pirkadat, de holnap is lesz pirkadat. Ne felejtsék el, 12 órakor bekapcsolva hagyni a televíziójukat, hisz 12 órakor az aktuális kormányinfo megkezdi heti kormányinfos megbeszélését, amit egyenesbe közvetítünk, és majd az én kérdéseimet is hallhatják, de aki erről lemaradna, az holnap a híradóban megnézheti. Köszönöm, hogy ma is velünk voltak, akkor most fogadják szeretettel dr. Komáromi Zoltán, és utána az egyéb műsorainkat. A viszontlátásra! Thank you.